Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Útfejlesztés, 2,5 milliárd forintos pályázatot nyújt be Szekszárd. Helyzetértékelés, elindult az Európai Uniós választási kampány Kaposváron. Fontos partnerei a magyaroknak a horvátok, házelnökök találkoztak Pécsett. Egyeztetés, csak közös akarattal van esélye a romáknak a paksi beruházásban. Az ipari park fejlesztésből lehetősége van Szekszárdnak 2,5 milliárd forint értékben úthálózat fejlesztésre. Ennek részleteit is tárgyalta a város közgyűlése. Döntés született arról is, hogy egyelőre nem épül át a Szőlőhegyi óvoda, mert a megemelkedett költségek miatt újra tervezésre van szükség. Várhatóan az ősz végén kerül átadásra a mini bölcsőre a Kadarka utcában. A munkálatok elhúzódása, pótmunkák és az esőzés okozta támfalcsúszás miatt kellett határidőt módosítani. Azt az ígéretet teljesítettük, hogy bővíteni fogjuk a bölcsődei férőhelyek számát, de hogyha ezt így csomagban kezeljük, akkor tulajdonképpen igazából ugye érintett a Szőlőhegyi óvoda is, hiszen minden óvodánk, iskolánk, bölcsödénk érintett a fejlesztésekben. Mi szeretnénk odafigyelni, hogy a város valamennyi területén ezek az intézmények kapjanak forrásokat, és újuljanak meg, vagy bővüljenek éppen. A Szőlőhegyen erre még várni kell, mondta Ács Dezső. Olyan magasak lettek az elmúlt egy évben az építőanyag árak, hogy az eredeti tervekre szánt költségvetés már nem elegendő. Most a Szőlőhegyi óvoda esetében egy kicsit le kell ülnünk, és át kell gondolni, hogy miből tudjuk kiegészíteni a forrásokat, vagy milyen olyan megoldásokat tudunk találni, amely a funkció csökkentése nélkül mondjuk egy bizonyos műszaki tartalom csökkentés eredményez, mert az határozott célja a városnak, hogy ezeket a projekteket meg fogja valósítani. Csak most az elmúlt néhány hónap változásai egy kicsit magasabbra tették a lécet, és jobban össze kell szorítani a fogunkat ahhoz, hogy megtaláljuk a megfelelő forrásokat. Az ipari parki fejlesztésben 2,5 milliárd forint áll a város rendelkezésére, útfejlesztésre, amit a környező utak korszerűsítésére és megépítésére fordíthat Szekszárd. Úgy szeretne gazdálkodni, hogy egyszer az autópálya és a város közötti útfelújítása történjen meg kerékpárút kiépítésével, aztán az autópálya és a Kesejűs közötti, tehát a Gemenc közötti felújítás valósuljon meg szintén kerékpárúttal, illetve bizonyos ipari területek feltárása történessen meg a majdani tehermentesítő, vagy inkább azt mondom, elkerülő útnak a megépítéséhez. Szükség van arra, hogy esetleg ott a Tolnatájnál egy körforgalom kialakításra kerüljön. Most tulajdonképpen erre adjuk be a pályázatunkat, és meglátjuk, hogy meg tudjuk ezekből a pályázati forrásokból ezeket az elképzeléseket valósítani. Amennyiben még forrás marad, van természetesen elképzelésünk, hiszen meg kell majd nyitnunk előbb-utóbb a Mátyás Király utcát is, tehermentesítő útról, illetve valószínűleg a Tesconál is körforgalom lesz szükség ahhoz, hogy az áldatlan állapotok megszűnjenek. A saját önazonosság tudatunk megőrzését is jelenti, ha kiáll a kormány a migráció ellen. Erről beszélt Gulyás Gergely Kaposváron. A miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, a kormány tovább folytatja Magyarország településeinek támogatását, így felzárkóztatva az életszínvonalat a nyugati országokhoz. A fórumon Szita Károly Kaposvár polgármestere azt hangsúlyozta, a jövő évi választások tétje, hogy a magyar városok tovább fejlődhetnek-e, vagy a migránsokra kell költeni a forrásokat. Rekord alacsony szintre került Kaposváron a munkanélküliek száma, emellett a Somogyi megyeszékhely folyamatosan fejlődik. A Németh István program keretében mintegy 183 milliárd forintot fordítanak óvodák, bölcsödék, iskolák modernizálására és az infrastruktúra fejlesztésére. A következő év végéig a beruházásainknak a 90%-át be is fogjuk fejezni. Ebben vannak ipari parkbővítések, van egy gyorsút, a 67-es gyorsút, nagyon sok intézményt felújítottunk. Mindazt a célt szolgálta, hogy jobban lehessen itt élni, és azt a célt is, hogy a befektetőknek még vonzóbb legyen Kaposvár. Egyre több befektető érdeklődik a kaposvári lehetőségek iránt, erről is beszélt Szita Károly a megyeszékhelyen tartott sajtótájékoztatón. A polgármester kiemelte, az európai parlamenti választásokon múlik, hogy tovább fejlődhet-e a város és hazánk. A sajtótájékoztatón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt hangsúlyozta, egész Magyarország sorsa múlik a jövő évi választáson. Fontos, hogy kijelöltünk új célokat. Ilyen cél például az a Magyar Falu program, ami a kis településeken való életmódot szeretné megkönnyíteni. Folytatjuk a korábbi kormányzati időszakban megkezdett Modern Városok programot. Kaposvár is ennek az egyik legnagyobb haszonélvezője és egyik legfontosabb helyszíne. És azt szeretnénk, hogyha az
az életszínvonalbeli felzárkózás, amely 2010 óta tart Magyarországon, az tovább folytatódna, és emellett pedig azt is látjuk, hogy készülünk az európai parlamenti választásokra. Európában van egy nagyon éles vita, ami döntően a migráció kérdése körül csúcsosodott ki, de ez ma már nem csupán annak a jognak a megőrzését jelenti, hogy mi dönthessük el, hogy kivel élünk együtt itt Magyarországon, hanem saját önazonosságtudatunknak a megőrzését is jelenti. A magyar kormány éppen ezért elsődleges szerepet vállal az Európát és hazánkat érintő vitákban, tette hozzá Gulyás Gergely. Lehetséges erős nemzeti önazonosság alapján korrekt együttműködést kialakítani más országokkal, ezt mondta Pécsett Kövér László a horvát kollégájával tartott sajtótájékoztatón. A két házelnök szerdán meglátogatta a Baranyai megyeszékhely több horvát intézményét. Madara Zoltán a Baranya megyei közgyűlés elnöke és Páva Zsolt Pécs polgármestere fogadta szerda délelőtt először a magyar, majd a horvát házelnököt. A Baranya megyei közgyűlés dísztermében tartott rövid egyeztetés után a résztvevők átvonultak a pécsi Miroslav Kreza horvát iskola épületébe, ahol megtekintették az ott folyó munkát és egy rövid kulturális műsort is végighallgattak. A pécsi látogatás a horvát színházban zárult, ahol a két fél rögtönzött sajtótájékoztatón számolt be a tapasztalatokról. A határmenti házelnöki találkozó egy éve indult el Gordani Androkovics beiktatásával. A szerdai találkozó témája a magyarországi horvát és a horvátországi magyar kisebbségek voltak. Elmondhatom, hogy nagyon elégedett vagyok azzal, hogy a horvát kisebbségnek Magyarországon milyen jogai vannak, és azzal is, hogy ezeket hagyják érvényesülni, mind kulturális, mind politikai, mind pedig gazdasági területen. Ezen kívül biztosítok róla mindenkit, hogy a horvát kormány ugyanígy gondoskodik az ott élő magyar kisebbségről. Kövér László elmondta, a két ország között nagyon jó a kapcsolat. Mindkét ország olyan nemzetiségi és kisebbségi politikát szeretne kialakítani, ami példa lehet a többi tagállam számára. Ez az EU jövője szempontjából is lényeges kérdés. És az bizonyítja, hogy szemben az ellenkező állításokkal lehet erős nemzeti önazonosság alapján is korrekt, méltányos együttműködést kialakítani más, hasonlóan erős alapokra épülő országokkal, nemzetekkel. Páva Zsolt Pécs polgármestere szerint jelzésértéke van annak, hogy a két házelnök a Baranyai megyeszékhelyen találkozott. Annak a visszaigazolása, hogy a Pécsett folyó tényleg példaértékű kulturális helyi közösségekben való együttérés, ezeknek a tárgyi feltételei, azok milyen sikeresek, milyen nagyszerűek, és tulajdonképpen örülök annak, hogy a házelnökök ezt személyesen tudták a mai nap Pécset megtapasztalni. A házelnöki találkozó programjai szerda délután a horvátországi Pélmonostoron, majd pedig Eszéken folytatottak. A Paks 2 beruházás adta munka lehetőségekről tárgyalt a Torna megyei roma vezetőkkel Süli János, a beruházásért felelős miniszter. A megbeszélésen elhangzott, nincs esély a munkaszerzésre abban az esetben, ha a romák családi alapon próbálnak jelentős munkához jutni, mert nincs megfelelő munkaerejük és tőkéjük a szerződéskötéshez. Süli János nyomatékosan kifejtette, csak egységes szervezetben van esély arra, hogy számításba lehessen venni a megyei romákat a versenyhelyzetben, annak ellenére, hogy jelentős számban lesz lehetőség a foglalkoztatásukra. Itt van szándék, de mindenhez ugye komoly munkát kell végezni. Őket is legjobban az nehezíti, hogy mindenki maga akar érdeket érvényesíteni. A lakástakarékpénztárat felváltó CSOK, a szargentini jelentésre beadott fellebbezés és a 2021-27-es támogatási időszak is téma volt a Polgári Kávéház második rendezvényén. Az eseményen Rákosi Balázs, az Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár arról beszélt, a magyar kormány egyértelműen elutasítja a szargentini jelentés egyes pontjait, melyekben hazánk migrációs politikáját elítélik. Közel 60 milliárd forintra tettek szert a bankok 2010 óta a lakástakarékpénztáraknak köszönhetően, ezért is döntött úgy a kormány, hogy ezen túl csak a családok otthonteremtési kedvezményét támogatja, s így az állami támogatást csak az ügyfél veheti igénybe anélkül, hogy a bankok nyerészkednének. Sokkal szélesebb és sokkal tartalmasabb megoldást kínálhat a magyar családok, a magyar szülők, a magyar emberek számára, mint a lakástakarékpénztárak.
áttekintettük a lakástakarékpénztárak elmúlt 10 éves működését, és a kormány úgy ítélte meg, hogy a lakástakarékpénztároknak nyújtott pénzek csokba való átcsoportosításával a lakások helyzet, a családok lakáshelyzete sokkal hatékonyabban és sokkal kedvezőbben oldható meg a következő időszakban. A lakástakarékpénztár átalakulásáról is beszélt Rákosi Balázs Siófokon. A Polgári Kávéház második rendezvényén az Európai Uniós forrásokért felelős államtitkár beszédében a sargentini jelentés ellen benyújtott kormányzati fellebezésről is szólt. Alapvetően a migrációs politika az, amelynek a megítélése, az uniós megítélése alapjául szolgál a sargentini jelentésnek. Politikai támadásnak vesztük ezért az erre adott magyarországi kormányzati válaszok is politikaiak, hiszen hoztunk egy parlamenti határozatot, amelyben visszautasítjuk és elutasítjuk a sargentini jelentésben foglalt megállapításokat. Az EU mintegy 35 milliárd eurót fordítana a migráció támogatására, ezt az összeget pedig az országoktól elvont támogatásokból fedezné. Így kevesebb jutna az agrár és a vidék fejlesztése is. Ezt már Vicma Mihály, a térség országgyűlés képviselője mondta. A visegrádi négyek azonban egy erős szövetséget alkotnak, így az EU-s intézkedésnek is együtt állnak ellent. Csütörtökön átadták a Szent Mór Katolikus Iskola Papnövede utcai felújított épületét. A Pécsi Egyházmegye EFOP pályázat keretében 1,2 milliárd forintos támogatást nyert el, amelyet közel 500 milliárdos saját forrással egészített ki. Az ünnepélyes átadón részt vett Michael August Blum, Magyarország apostoli nunciusa, Udvardi György pécsi megyés püspök és Rákos Balázs uniós források felhasználásáért felelős államtitkár is. A turisztikai fejlesztések, templomrehabilitációk és kegyhelyfejlesztések mellett a Pécsi Egyházmegye számára kiemelt fontosságúak az óvoda és iskola felújítások is. Jelenleg 12 önálló intézmény működik az egyházmegye fenntartásában, az óvodától a középiskoláig. A Szent Mór Katolikus Iskola Papnövelde utcai épület együttese csaknem egy év alatt egy 17 milliárdos fejlesztés részeként újult meg. A forrás felét fordítják oktatási célokra, ebből 9 intézmény korszerűsítése valósul meg. Két nagy komponensre bontható ez a mostani felújítás. A kivitelezési munkálatokra, amelyek összességében 1 milliárd 614 millió forintot tettek ki. Eszközbeszerzésre, ahol iskolabútorokat, informatikai fejlesztéseket, laborfelszereléseket, hangszereket, oktatási segédeszközöket szerzünk be, mintegy 250 millió forintért. Az együttes kivitelezés 1 milliárd 864 millió forintba kerül. A most átadott két részre osztható 200 főt befogadni képes, mobil lelátóval is rendelkező csarnok nem csak az iskolai testnevelés óráknak, edzéseknek és sporteseményeknek nyújt teret, hanem közösségi rendezvények helyszíne is lesz. Különlegessége, hogy a csarnok úgynevezett zöld tetőt kapott, ami kiváltja az udvart. Ez egy nagyon hosszú várakozási időszak utáni beteljesülés. 1993-ban indult újra a Szent Mór Iskola Központ, akkor még a Püspöki Énekiskola gyökerein, és most arra 2018-ra értünk el oda, hogy infrastruktúrális fejlesztésben ilyen gyönyörű épület együttes fogadja a diákokat. A magyar szabványnak megfelelő tornaterem 1300 négyzetméteres. Az iskolában további 4000 négyzetméteren zajlottak különböző szintű építkezések és felújítási munkálatok, hogy a közel 700 gyermek oktatási, nevelési körülményei komfortosabbá és modernebbé tegyék. Már a buszsofőrök sem szerettek végigmenni Kaposszegcsőtől Jágónakon keresztül Tolna és Baranya megye határáig, annyira járhatatlan, rossz minőségű volt az út. Most 346 millió forintnyi top forrásból megújult ez a 6 kilométeres szakasz. Tolna megyében hazai és uniós forrásból összesen 20 utat újítanak fel, aminek a 3/4 már elkészült. Könnyedén hajt át a felújított úton ez az autós Jágónak főutcáján. A fejlesztésre a helyiek régóta vártak már. A több mint 30 éves járhatatlan, rossz minőségű utakra sokat panaszkodtak a sofőrök, különösen az autóbuszvezetők, mondja Jágónak polgármestere. Nagyon örülünk neki, nagyon rossz minőségű, úgymond már járhatatlanok voltak az útjaink. Nagyon sokszor jelezték a volántól, hogy
hát nem nagyon jó szándékkal szeretnék beengedni a buszaikat. A Kaposszeg-Csöti Jágónakot és Meződöt összekötő út egészen Baranya és Tolna megye határáig újult meg a településfejlesztési operatív programból elnyert 346 millió forintból. Országos szinten a magyar között non-profit ZRT több mint 529 kilométer utat újít teljes körűen fel. Az a burkolatokat, patkátokat, vízelvezetőket jelenti. Ez az út is gyakorlatilag teljes körűen fel lett újítva, Tolna megyei szakasza, ami 6,2 kilométer, illetve az út tartalmaz egy hidat a Sáradi patakon, a lévő hidat, az is teljes körűen felújításra került. Tolna megyébe 27,5 milliárd forintnyi topforrás érkezik. A projekteknek zöld utat adó Tolna megyei önkormányzat elnöke azt emelte ki, a megyét járva úgy tapasztalják, jó helyre kerültek a források. Hiszen mindenki a köszönet hangján, a dicséret hangján, vagy pedig a kicsit morózusabbak azt mondják, ugye megmondtam, hogy ezt kellett csinálni, és egyébként akkor rájöttünk, hogy tényleg ezt már nagyon régóta, nagyon sokan szeretnék a településen végrehajtani, csak igazán nem volt rá forrás mostban. Tolna megyében hazai és uniós forrásból összesen 51 kilométernyi út újul meg. A fejlesztések 70-80%-a már elkészült. Tolna megyében egyébként megközelítőleg 1100 kilométernyi út van. Önkormányzati forrásból megújulnak Paks közterületei. A napokban sor került 4 munkaterület átadására, így közel 100 millió forintból új aszfaltot kap a Táncsics köz, a Nyárfa, a Bocskai és az Alkotmány utca egy-egy szakasza. Jövő nyárig ezeken kívül több nagyforgalmú út kap új burkolatot Pakson. Akkor majd azt ad tovább Attila, és jó. A paksi polgármesteri hivatalban épp egyeztetnek a szakemberek. A közműszolgáltatók, a kivitelező, az önkormányzat által megbízott műszaki ellenőr és a hivatal érintett szakemberei tartottak tanácskozást a munkaterület átadása előtt. Pakson 4 utcában kezdik meg a közterület felújítását. A Táncsics köz, a Nyárfa utca 6-os út felüli vége, a Bocskai utcának és az Alkotmány utcának egy-egy szakasza kap új burkolatot. A munkák műszaki tartalma tulajdonképpen a burkolat, az aszfaltburkolat, illetve a betonburkolat felújítása aszfaltburkolatta, és a hozzá kapcsolódó járulékos munkák, aknafedlapok cseréje, szintbeemelése, tehát szegélycserék, tehát ilyen útépítési munkákat tartalmaz ez a beruházás. A napokban meg is kezdődtek a kivitelezési munkák, melyek november 30-áig be is fejeződnek, és melyet az önkormányzat saját költségvetéséből valósít meg, mintegy 96 millió forintból. A közeljövőben több nagyforgalmi út kap még új burkolatot Pakson. Megkönnyíteni a mezőgazdasági termékek határmenti kereskedelmét a Pannon-Európai Területi Társulás. Jelenleg a magyar őstermelők például nem árulhatják portékáikat a horvát oldalon. A társulás ezért kedvezőbb szabályozást szeretne elérni. Ez első lépésben felmérik, milyen nehézségek okoznak gondot a termelők értékesítési munkájában. A CrossMarkets projektre 6 milliós EU-s forrást nyertek el. Hogyan lehet segíteni a magyar és a horvát kistermelőket abban, hogy terményeiket a másik ország piacain is tudják értékesíteni a kiskereskedelemben? Ennek a feladatnak a megoldására vállalkozik a Pannon Európai Területi Társulás. Ha egy magyar termelő szeretné Horvátországban eladni a termékeit, akkor a jogi szabályozást egyszerűsítsük nekik, illetve olyan megoldásokat találjunk nekik, amelyet mind a két ország ellenőrző szervei elfogadnak, és így mind az engedélyeztetési eljárások egyszerűbbé válnak, és lehetőséget fognak arra biztosítani, illetve könnyebbséget biztosítanak arra, hogy akár egy magyar termelő Horvátországban vagy Horvátországban lévő termelő Magyarországon könnyebben eladja a termékeit. Első lépésben a termelőket keresik meg, hogy felmérjék, milyen nehézségekkel néznek szembe, ha a határ túloldalán akarják eladni terményeiket. Ez alapján állítják össze azt a tervezetet, ami alapján változtathatnak a szabályozáson a két országban. A projektre 6 millió forintos EU-s forrás nyert a Pannon Európai Területi Társulás.
Exkluzív étterem és szálloda nyitotta meg Kapui Domboriban a Hold Duna partján. A komplexumban strand, pezsgőfürdő, medence, szauna, 6 apartmanház és 11 egyedi megjelenésű szoba várja a vendégeket. A hotel megnyitóján többek között Süri János tárca nélküli miniszter üdvözölte a beruházást, és beszédében a vállalkozói bizalom fontosságát emelte ki. 1996-ban vásárolta meg Varga József és felesége ezt a területet, majd 98-ban nyitott meg a Dombori Beach a vendégek előtt. A mostani természetközeli, modern kialakítású környezet és hotel ma már semmiben nem hasonlít korábbi elődjére. Pénteken délután ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a Donautica étterem és hotel. A komplexum egy olyan piaci rést tölt be működésével, ami hosszú távra meghatározó szereplőjévé teszi a környék idegenforgalmának. A hotel és étterem megnyitóján Varga József tulajdonos köszöntőjében kiemelte, mindig is fontos szerepet játszott életében a Duna és a Hold Duna. Aki szereti a természetet, aki jót akar enni, aki jól akarja érezni magát, mert ez egy igényes környezet, és aki igényes is, mert az a helyzet, hogy tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon extravagáns és szép hely. Annyit mondott a barátom, hogy Józsi, ez teljesen mindegy, hogy Londonba, Párizsba, New Yorkba vagy Shanghaiba van, ez a világon mindenhol megállja a helyét. Süli János tárca nélküli miniszter is köszöntötte a megjelenteket, hangsúlyozva a vállalkozói bizalmat, hiszen 8500 fő munkavállalót várnak a Paks 2 fejlesztés kapcsán, akiknek a kikapcsolódását szolgálhatja adott esetben a hotel. Ez a bizalom azt szolgálja, hogy ő majd itt vendégül szeretné látni az építkezésen dolgozó műszaki állományt, családostól egyéb. Ezt értettem rajta, ez egy szép hely. Itt el lehet tölteni szép környezetbe, kinézünk az ablakon, látjuk a Hold Dunát, ami az egyik legjobban karban tartott magyarországi Hold Duna. A komplexumban 6 apartman és 11 szoba várja a pihenni vágyókat. Minden szoba külön belső dizájnnal rendelkezik, így nincs két egyforma a hotelben. Ezen kívül külön homokos strand, medence, pezsgőmedence, szauna áll a vendégek rendelkezésére, de rengeteg vízi és egyéb sportlehetőséget is kínál a hotel, aminek látványkonyhás étterme nem csak a szálló vendégeket várja az év minden napján. 7 új munkahely jött létre az alig 600 fős Észak-Tolna megyei NAKON az új agrárlogisztikai központnak köszönhetően. A szállító és előfeldolgozó üzemben tök maggal foglalkoznak majd a szakemberek, amit elsősorban az élelmiszer és a gyógyszeripar számára értékesítenek tovább. A tulajdonosok célja, hogy az agrárlogisztikai központ rövid időn belül igazi termelőüzemmé váljon, ahol például tök magolajat is lehet sajtolni. Már dolgozik a szárítógép az Észak-Tolna megyei NAK új agrárlogisztikai központjában. A tökmag előfeldolgozására, szárítására és tárolására alkalmas üzemet a régi TS iroda épületében alakították ki. A vállalkozás ügyvezetője azt mondja, a helyben termelt és szárított tökmagra már most rengeteg megrendelésük van, elsősorban az élelmiszeripar részéről. Egy olyan beruházást valósítunk meg, amivel egy egyszerű termék, ből egy magasabb hozzáadott értékű terméket tudunk előállítani, és úgy gondolom a piac ma erre fogékony, és lehet vele foglalkozni. Az üzem többségi tulajdonosa, a helyi önkormányzat és az itt dolgozók is a településről kerültek ki. A beruházás ezért nem csak jelentős helyi adóbevételt hoz a falunak, de az alig 600 fős NAKON 7 új munkahely is létrejöhet, ami a polgármester szerint jelentős eredmény. Fontos, hogy minél több embert helyben tartsunk, és ez nem megy egyébként, mint a helyi munkahelyeknek a megteremtésével. Ez egy kiváló alkalom. Terveink szerint ebben az üzemben egy 5-7 főnek tudunk első körben munkát biztosítani, ezáltal itt tartani őket. Az agrárlogisztikai központ a Tolna megyei önkormányzat által irányított TOP program 110 millió forintos támogatásával épült meg. A megyei önkormányzat elnöke szerint a Tolna megyének így jutó 27,5 milliárd forint azt a célt szolgálja, hogy a települések erősödjenek gazdaságilag, és hogy a helyiek ne akarjanak elvándorolni még a kis falvakból sem. Ezek az igazi megtartó erők a vidéken, tehát hogyha egy ilyen kis településen megtelepedik egy ilyen mezőgazdasággal foglalkozó ipari vállalkozás, az nyilván itt fog munkaerőt keresni, itt talál a környéken munkaerőt, itt termelteti meg a magot, és itt fogja dobozolni lényegében a készterméket. A NAKI agrárlogisztikai központot a jövőben tovább bővítik. A cél, hogy a tökmagot helyben sajtolják és olajat készítsenek belőle, valamint, hogy az étkezési tökmagot is így zacskózzák be.
Ünnepi állománygyűlésen búcsúzott kollégáitól Dakos József. A baranyai rendőrfőkapitány november 1-től a Csongrád megyei kapitányságon látja el feladatait. Az eseményen Balog János országos rendőrfőkapitány megköszönte a dandártábornok 11 éves kitartó és kiváló munkáját, majd Baranya javuló közbiztonsági helyzetéről is beszélt. Dakos József helyét Fellegi Norbert jelenlegi bűnügyi rendőrfőkapitány helyettes veszi át. Semmi más nem motivált, csak az, hogy az eredmények vagy a megelőzés oldaláról is megfelelőképpen tudjuk ezt az egészet végezni. Így jellemezte munkásságát Dakos József. A Baranya megyei rendőrfőkapitány az ünnepi állománygyűlésen búcsúzott el kollégáitól. Mindig azon voltam, hogy a szervezet és az egyéni érdeknek az összhangja megteremtődjön. A 11 évi regnálásom alatt minimális volt a vezetői állománynak a fluktuációja. Az eseményen a rendőr kollégák mellett a megye vezető személyiségei is megjelentek. Horváth Zoltán kormány megbízott baráti hangvételű beszédében minden jót kívánva köszönt el a dandártábornoktól. Minden időben és minden szituációban helyt állhatok. Munkád eredményeképpen a Baranya megye közbiztonsága sokkal jobb, mint az valaha volt. Vezetőként is hasonló méretű szervezetet irányítunk. Az ebből fakadó nehézségeket olykor egy kávé mellett át tudtuk beszélni. Dakos Józsefet november 1-től a Csongrád megyei rendőrfőkapitányság élére nevezték ki, jelentette be az országos rendőrfőkapitány. A dandártábornok ebben a tisztségében eltöltött 11 éve alatt nagyon pozitív változások történtek a baranyai közbiztonságban, emelte ki Balog János. Hiszen az elmúlt időszakban több mint 42%-kal csökkent Baranya megyében elkövetett bűncselekmények száma. Emelkedett jelentős mértékben a felderítési mutató, nyomozás eredményességi mutató, csökkentek a közterületen elkövetett bűncselekmények számadatai. Dakos József 24 évig szolgált Baranyában, rendőrfőkapitányi munkássága alatt pedig Baranya a megyék rangsorában a 17. helyről az 5. helyre lépett elő. November 1-től Fellegi Norbert jelenlegi bűnügyi rendőrfőkapitány helyettes veszi át a dandártábornok helyét. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannonkrónika hátra levő részében. Jogerős ítélet, 6 év fegyházbüntetést kapott a Bátaszéknél elfogott embercsempész. Rabulejtünk, sitrevágunk, fiatalokat akar megfogni a magyar büntetés végrehajtás. Hogyan éltek a német elődök, emlékezés a hősökre, nemzetiségi összefogás Tormáson. Prima primissima, díjazták a kiemelkedő teljesítmény nyújtó Tolna megyeieket. 6 év fegyházbüntetést kapott jogerősen az a szerb férfi, aki tavaly októberben próbált meg migránsokat illegálisan Ausztriába szállítani Tolna megyén keresztül. 37-en utaztak az átalakított furgonban, közülük gyermekek és nők is, akik közül többen rosszul is lettek, akár meg is fulladhattak volna a szakértő szerint. Az ítélet csak most másodfokon lett jogerős, mert az embercsempész korábban felmentését fellebbezett. Fehérkezes lábasban helyszínelő rendőrök egy húszszállító autó körül. A felvételeket egy autós vette fel 2015. augusztusában az ausztriai Pándorfban. A Magyarországról indult teherautóban 71 migráns, köztük sok gyerekholttestét találták meg a rendőrök. Az ügy a teljes világsajtót körbejárta. Ezeket a felvételeket már Tolna megyei rendőrök készítették tavaly októberben az M6-os autópályán Bátaszéknél. Egy szerb férfira és a furgonjában elbújt 37 migránsra bukkantak a rendőrök a kocsi igazoltatásakor. A jármű alkalmatlan volt emberek szállítására, ha nem állítják meg, könnyen előfordulhatott volna ugyanolyan tragédia, mint a Pándorfi halálkamion esetében. A gépjárműnek a csomagtere nem volt szellőztethető, nem volt rajta semmilyen ablak, sőt a vádlott kívülről be is zárta egyébként az ajtót. Így annyira összezsúfolva helyezkedtek el benne a migránsok, hogy egy személyre körülbelül 0,2 négyzetméternyi hely jutott. A szerb embercsempész ellen a bíró tavaly novemberben a lehető legsúlyosabb ítéletet szabta ki. Bűnös. Kriviste. Bűnszervezetben. Organizáció, krivisme organizáció. Csempészet személy sanyargatásával elkövetett embercsempészés büntetté. A bírói döntés akkor nem lett jogerős, mert az ügyész súlyosbításért, az embercsempész pedig a vád elejtéséért fellebbezett. Az ügynek végül most került pont a végére.
Helybe hagyta a szekszárdi törvényszék a szekszárdi járásbíróság embercsempészet ügyében hozott ítéletét, mellyel a vádlottat 6 év fegyházra ítélte és 8 évre kitiltotta Magyarország területéről. Az ítélet meghozatalakor súlyosbító körülmény volt, hogy az embertelen körülmények miatt a migránsok közül többen rosszul lettek az alig 40 percig tartó út alatt. Különleges szlogenek, bemutatkozó film, illetmény és juttatások. Így toboroz Pécsen is az Országos Büntetés Végrehajtási Parancsnokság. Szóvivőjük azt mondja, folyamatosan kellenek az új dolgozók az állományba, ráadásul új börtön is épül, ezért kell soraik közé csábítaniuk a fiatalokat, ha kell, nem mindennapi kampánnyal. Rabul ejtünk, lebilincselünk, gyere a hűvösre, sitre vágunk. Ilyen nem mindennapi plakátokkal csábítja a fiatalokat sorai közé a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. Betöltött 18. életév, állandó belföldi lakhellyel kell rendelkezni, magyar állampolgár, középfokú végzettségű legyen, és természetesen büntetlen előélet, ezek az általános feltételek, és vannak a speciális feltételek, hogyha az általánosoknak megfelelt, aki beadta hozzánk az önéletrajzát, azt követően egy igen komoly pszichikai, fizikai és egészségi alkalmassági vizsgálaton esnek át a jelentkezők, az érdeklődők. Aki megfelel, azonnal állományba kerül és kapja az illetményt. Emellett egyéb juttatásokra is számíthat. Pécsen és az egész országban az önkormányzatok honlapján toboroz a BVOP. Magyarországon ma 29 büntetésvégrehajtási intézet található. Ez az egész országot felöleli. Tehát az ország minden területén, minden ilyen helyszínén van börtönünk. Nem szoktuk és nem is fogjuk tagadni azt, hogy a fluktuáció nálunk is van, azonban nem nagy mértékű. Most jelenleg a büntetésvégrehajtás szervezeténél közel 90%-os a feltöltöttség. Ezért keresnek munkatársakat az ország valamennyi börtönébe. A tervek szerint további büntetésvégrehajtási létesítményeket építenek. Az egyik helyszín például Komló. Erre készülve is kell folyamatosan toboroznia a parancsnokságnak. Világháborús gránátok, bombák és lőszerek kerültek felszínre Paksnál, a Duna partján a folyó alacsony vízállása miatt. A robbanó eszközöket és a lőszereket a rendőrség és a honvédség szakemberei ártalmatlanították. A rendőrség szóvivője azt kéri, hogy aki hasonló, veszélyes eszközöket talál, azonnal hívja a 112-t és véletlen se érintse meg a fegyvereket. A Duna extrém alacsony vízállására panaszkodott a paksi jachtkikötő vezetője 2 napja. Azt mondta, évtizedek óta nem volt annyira kevés víz a folyó medrében, mint a mostani időszakban. 1947-ben volt ilyen alacsony vízállás, ami annyit jelent, hogy Budapestnél most mínusz 45 centi, itt Paks pedig mínusz 81 centiméter a víz. Azóta még kevesebb víz van a mederben. A szokatlan látvány miatt sokan keresik fel a Dunapartot. Törzsökeres paksi születésű vagyok, de még ilyent nem láttam, hogy ilyen nagyon alacsony a Duna vízállása. Most ide jöttünk a menyemmel körülnézni, hát szemszájt átva maradt. Ezeket a világháborús gránátokat, bombákat és lőszereket egy a parton sétáló helyi lakos vette észre csütörtökön. A robbanó szerkezetek hosszú ideje pihentek a hullámok alatt. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a partszakasz eddig víz alatt levő területei is szárazra kerültek, ezért jöttek most felszínre a robbanótestek. Az ügyben a paksi rendőrség munkatársai kezdtek intézkedni. Kollégáim, miután a helyszíni ellenőrzést végrehajtották, parancsnokaik utasítására azonnal kiürítették a Duna part ezen szakaszát, illetve folyamatos őrzést láttak el, amelynek során egészen addig őrizték ezeket a robbanószereket, ameddig a tüzérségnek a munkatársai meg nem jelentek. A rendőrség szóvivője azt mondja, az alacsony vízállás miatt a Duna bármely szakaszán előbukkanhatnak világháborús robbanószerek. Ezeket a tárgyakat ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék az illetékes rendőri szervet, illetve hívják a 112-es vagy a 107-es hívószámot azért, hogy a tragédiák elkerülhetők legyenek. A világháborús robbanó szerkezetek különösen veszélyesek, mert a hosszú évek alatt a szerkezetük és a bennük levő anyagok is instabillá váltak. Rövid reklám után folytatjuk a Pannon krónikát. Teljes körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Elektroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 ezer termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 ezer óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig.
Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Elektrolit Kft. Minden, ami villanyszerelés. Márkezt megint jól kitalálta, segítünk szépíteni és megvédeni kertjét, ingatlanját és pénztárcáját is. Kerítéstáblák, oszlopok, komplett kerítésrendszerek telepítéssel is, hullámrácsok táblában vagy méretre gyártva galambriasztó rendszerek. Ha a dizájn is fontos, válaszom perforált vagy expandált lemezt kerítés és kapuelemnek. A biztos védelemről a penge éles NATO drótok, szöges drótok, drótvonatok és vadháló gondoskodnak. Metmark a fémipar specialistája. Szekszárd, Pollák utca 92 a felüljárónál, telefon 74-es körzet 512-678, www.metmark.hu. Összefogtak a kisebbségi önkormányzatok a település vezetőivel, hogy bemutathassák őseik életét. A tormási németek gyűjtötték össze elődeik mindennapi használati tárgyait, dokumentumait az elmúlt két évszázadból. A településen élő cigány nemzetiségűek pedig a roma holokausztra emlékező kiállítást nyitottak meg. Edények, használati tárgyak, a mindennapok kellékei a 19.-20. századból. Hétvégén nyitották meg a német kisebbség egykori életét bemutató kiállítást Tormáson. 1820-ban költöztek ide az első családok. A jelen állapot szerint 300-ra tehető a lélekszámunk, ebből 50, aki németnek nevezte magát a választásokon. Most már egyre kevesebb az olyan család, aki igazán kötődik a szellemiség, német szellemiséghez, a kultúrához. Ezért szeretnék bemutatni, milyen körülmények között éltek az őseik. Ez pedig már egy másik tárlat az önkormányzat épületében. Itt a roma holokausztra emlékező festményeket állítottak ki. A Szent Vendel napján megtartható bucu lévén, és illetve a második világháború és az első világháborúnak az emlékére szoktunk egy ilyen megemlékezési programot csinálni a nagy önkormányzattal és a másik kisebbség önkormányzattal együtt. A település polgármestere szerint a példás együttműködésnek köszönhető a két kiállítás megnyitása. Tormáson mind a három nemzetség, tehát a többségi társadalom, a német nemzetiség és a roma nemzetiség közösen valósítanak meg programokat, és ez nagyon szép, mert színesíti a települést, és az összefogás és az egymás iránti tolerancia, ez ami nagy jelentőséget tulajdonít az ilyen és hasonló programoknak. A roma holokausztra emlékező képeket csak hétvégén láthatták a településen. Pécsről érkeztek a művek Tormásra. A német nemzetiségi gyűjtemény viszont állandó kiállításként tart nyitva a településen. Átadták a 2018-as Tolna megyei Prima díjakat Szekszárdon. A szekszárdi Csurgó zenekar a magyar zeneművészet kategóriában, a Bonyhádi Stekli Zsuzsa a magyar képzőművészet kategóriában, Hasányi Mária, a KSC Szekszárd kosárlabda csapat edzője a magyar sport kategóriában vehetett át díjat. Van egy ország, ahol álmomban jártam, Magyarország, ahol az arcodban láttam a magam arcát. Ismert Tolna megyei előadók fellépése tarkította a Prima Primissima díjátadó gálát, amit a Vállalkozók Országos Szövetségének Tolna megyei szervezete rendezett meg Szekszárdon. A rendezvényen Süli János tárca nélküli miniszter elmondta, az a cél, hogy a régió vállalkozói megerősödjenek, erre kínál lehetőséget a paksi atomerőmű két új blokkjának építése és az általa generált térségfejlesztés is. Azon túl, hogy szerződésbe foglalt szándék, hogy a hazai vállalkozók részvétel aránya eléri a 40%-ot,
határozott célú, hogy a régió vállalkozása is lehetőséghez jussanak. A beszédeket követően kiosztották a Tolna megyei Prima díjakat, amiket idén is hárman vehettek át. Magyar zeneművészet kategóriában a díjat a Csurgó zenekar kapja. A 7-tagú Csurgó zenekar 1995-ben alakult, jelenleg 17 óvodában tartanak néptánc foglalkozásokat. A zenekart megalapító Siklósi Krisztián azt mondja, számukra egyfajta küldetés a hagyományőrzés, valamint a népzene megszerettetése a következő generációval. Ez egy olyan csomag, amit kapott onnan föntről, amivel kötelessége élni. Kötelessége továbbadni az ifjú generációnak, mert a mi felelősségünk az, hogy az ő ízlés világuk olyanná formálódjon, amilyen egy embernek kell legyen az életében, és ehhez igyekszünk mi olyan információkat, olyan impulzusokat adni a gyermekeknek. A Tűzománc képeivel komoly elismeréseket begyűjtő Bonyhád is Tekli Zsuzsát díjazták a magyar képzőművészet kategóriában. Van mögöttem 45 év munka, 45 év kemény munka, és talán valahol valakik észrevettek, hogy dolgozom, és talán valamit jól csináltam, ha így döntöttek. Jó érzés, köszönöm! A magyar sport kategóriában a KSC Szekszárd kosárlabda csapat edzője, Harsányi Mária vehetett át díjat. Azt mondja, arra a legbüszkébb, hogy több sikeres sportolót nevelt ki. Nagyon nagy sikereim voltak, magyar bajnokságokat nyertem az utánpótláskorú gyerekekkel, és sok gyereket adtam a magyar utánpótlás, illetve most már egy felnőtt válogatottam is van, illetve kettő, akik játszanak Szekszárdon, a Bálint Réka és a Studer Ági. Az országos évvállalkozója díj Tolna megyei jelöltje lett Fej József, Csillag Sándor, Túriné Szalai Mária, Túri Árpád és Beréti Zsolt. Kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért ugyancsak elismerést vehetett át Vízzel Lőci Gizella, az Esőmanok Tolna megyei autistákért egyesület vezetőségi tagja, és Kocsmár István, az Aliszkabau építőipari ZRT vezérigazgatója. A közönség díjat a Bonyhádi Kranzlein Néptánc Egyesület nyerte el. Ingyenes elsősegélynyújtó tanfolyamot tartott Siófokon a Magyar Gyermekmentő Alapítvány, melynek szakemberei elméletben és gyakorlatban is tanították a résztvevőket. A szervezet képzésén elhangzott, az esetek 75%-a megelőzhető lenne, ha a szülők, nagyszülők tudnák, hogy mitől óvják a gyermekeket, és mit tegyenek, ha vészhelyzet van. Én azt mondtuk tapasztalni, hogy elkezdik fejjel lefelé rázni, vagy még ütik is a hátát elvész. Ilyenkor ugyan kimozdulhat az, amit a gyermek félrenyelt, de a nyaki gerincvelő, ahol a fontos idegpályák futnak, sérülhet. Ennek pedig súlyos következményei lehetnek, hangzott el a Siófokon szervezett elsősegélynyújtó képzésen. A szakemberek a helyes eljárást is megmutatták. És a tisztelő puharészével üssünk a lapockák közé ötször. Nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is megtanulhatták a résztvevők, hogy miként kell az életmentést pontosan végrehajtani. A tanfolyam elméleti és gyakorlati részből áll, elmondunk minden olyan vészhelyzetet elméletben, ami előfordulhat, hogy ezeket hogyan tudjuk megelőzni, arra nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, és utána gyakorlatban megpróbáljuk azokat a műfogásokat, algoritmusokat elsajátítani, amivel ténylegesen életmentővé tudunk válni. A Magyar Gyermekmentő Alapítvány országszerte szervez elsősegélynyújtó tanfolyamokat szülőknek, leendő szülőknek, nagyszülőknek, hogy a felnőttek felkészültek legyenek egy esetleges vészhelyzetben. Azt gondolom, hogy leendő szülőként nem csak lehetőségem, hanem felelősségem és kötelességem lenne annyit megtanulnom erről a dologról, hogy egy csecsemővel mi történhet egyáltalán egy gyerekkel, vagy talán bárki mással az utcán, hogy jó minőségben tudjak rajta segíteni, illetve a saját családomat esetleg meg tudja menteni egy tragédiától. A Magyar Gyermekmentő Alapítvány 13 év alatt 25 ezer gyermek életét mentette meg, s több mint 24 ezer szülő, nagyszülő oktatását végezte. A cél, hogy minél kevesebb baleset történjen. A balesetek bekövetkeztétől számított első 10-15 perc a legkritikusabb, mondta a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai igazgatója a képzésen. Legtöbbször balesethez, forrázáshoz, félrenyeléshez, lázgörcsös esethez és magas baleséshez riasztják a gyermekmentőket. A következő percekben a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed programajánlóját látják. Programok, látnivalók és akciók Pécsről a Zsolnai Örökségkezelő NKFT ajánlásával.
a Kossuth Liszt és Cifra díjas zongoraművész. Hegedűs Endre estjére invitáljuk Önöket először. A zongorista a hazai és a nemzetközi zenei élet ismert és elismert művésze. Pályája 40 évet ölel át. Több mint 3500 hangversenyen lépett fel, 46 albumot jelentettek meg hazai és külföldi lemezcégek Hegedűs Endre játékával. Fellépése november 16-án lesz a Kodály Központban. Közre működik a Pécsi Balett. Egy darab, mely saját létezésünk megértéséről és identitásunkról szól. Mark Sinan kortárs kompozíciója a hagyományos indiai zenéből merít. Az I Exist, Rajasthan, egy zenei utazás Indiába a romák eredet mítoszával. A színes színpadi díszletek a dokumentumfilm vetítéssel nagyszerű kiegészítései az európai és indiai művészek által létrehozott crossover produkciónak. Az előadás november 6-án lesz az E78-ban. A 25 éves Anima Sound System hamarosan Pécset koncertezik. A számos szakmai elismeréssel kitüntetett együttes az elmúlt évtizedek legfontosabb hazai elektronikus tánczenei alakulata. A formáció talán legnagyobb erőssége a táncoltatás, a forró hangulatú koncertek és a művészi bátorság, az, hogy időről időre képesek megújulni, feladni a már bevált, jól megszokott sémákat, és egészen újba kezdeni. Koncertjük az E78-ban várja a rajongókat november 10-én. Családi társasjáték a Zsolnai negyedben. A játszma csapata segít megmutatni, hogy a generációk hogyan és mivel tudják szórakozva együtt eltölteni a hűvös téli napokat. A közös játék során a gyermekek empátiát, türelmet, egymás elfogadását tanulják meg. Erre a programra november 10-én várják a családokat a Zsolnai negyed Herkules műhelyébe. A Yamato Társulat egyedülálló előadása a japán kultúra legemblematikusabb hangszerét, egy japán dobot, a taikót és annak mítoszát, kulturális jelentőségét ötvözi egy modern show látvány elemeivel. Magyarországot már több éve ámulatba tartja a világhírű együttes. Előadásukat november 7-én ön is láthatja és hallhatja a Kodály Központban. A programokról részletesen a www.pecsprogram.hu oldalon tájékozódhatnak. Szeretettel várjuk látogatóinkat! Gyakorlatilag befejezettnek tekinthető a szüret a szekszárdi borvidéken. Az előzetes számításoknak megfelelően a tavalyhoz hasonlóan magas minőség került a hordokba. Bősz Adrián, a szekszárdi hegyközség elnöke azt mondta, a kék frankos ismét kiemelkedő borokat hozhat. Nyilván a rozékkal a pincék már egy része már piacon van, egy része meg majd még piacra fog kerülni. Hát a vörösborok azok meg hát azért általában minden egy évet szoktak érlelődni. És ezután derül majd ki végérvényesen az igazság a 2018-as termésről. Ezek a rózsák harmadszor virágoznak a szőlő közelében, ami jelzi, az időjárásra tavasz óta nem nagyon lehetett panasz a szekszárdi szőlőkben. A szüret gyakorlatilag befejeződött, a termés több mint 95%-a a pincékben van, mondta Bősz Adrián, a hegyközség elnöke. Most úgy érzem, hogy 17 még, egy icipicit talán erősebb, de ez a 18 nagyon-nagyon a nyomába van. Viszonylag jók lettek a mennyiségek is, nagyon szép, egyensúlyos paraméterekkel sikerült a szőlőket szüretelni. A 2400 hektáros termőterületen átlagosan 77 más a szőlő termet. A borvidék elnöke azt is elmondta, az időjárás kedvezett a szőlőnek az egyhetes szeptemberi hűvösebb időszakot, a kabernék és a kék frankos is jól átvészelte. A hosszabb meleg időjárás miatt az idei borok mediterránabb jellegűek lehetnek, mint a 15-ös vagy a 16-os évjáratokban, de megőrzik majd a szekszárdi stílus jegyeket. Kiemelkedően jól működött az idei évben a kék frankos, ami azért nagy öröm számunkra, mert szekszárdnak az egyik legnagyobb felületen telepített fajtájáról beszélünk, és hát ez az évjárat ez megint csak igazolta, hogy abszolút megtalálta a helyét itt Szekszárdon, és lehet rá stabilan építeni. A hosszú ősz azt is eredményezi, hogy a tőkék most önmagukat építik, és megerősödve jobban vészelhetik majd át a telet, ami egy jó alapul szolgálhat a következő évre. A dél-dunántúli megyei jogú városok közül egyedül Szekszárd érdemelte ki a Nagycsaládosok Országos Szövetsége és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közös családbarát önkormányzat díját. A díj átvétele kapcsán Ács Rezső polgármester azt mondta, különleges értéke, hogy a családok évében sikerült elnyerni az elismerést. A tavalyi idős barát önkormányzati díj után sikerült idén a családbarát díjat is megnyerni.
A pályázatban figyelembe vették a város rendeletalkotásait, a fejlesztéseket, valamint a városi rendezvényeket. Igyekeztünk bemutatni mindazokat az intézkedéseket, fejlesztési elképzeléseket, amelyeket Szekszárd önkormányzata a családok érdekében szeretne megvalósítani, vagy hozott mondjuk döntéseket, intézkedéseket tett. Egy nagyon szerteágazó értékelési rendszer volt. A rendezvényektől az óvodai fejlesztéseken keresztül, azokon a rendeleteken át, amelyeket mondjuk a családok érdekében hoz az önkormányzat, az mind vizsgálták, és szerencsére nagyon sokat tettünk ezen a területen, volt mit bemutatni. Ács Rezső kiemelte, egyre több fiatal telepszik le, és folyamatosan nő a születendő gyerekek száma Szekszárdon. A top források felhasználásából 20 új bölcsödei férőhely jön létre. De ide tartozott a kórház gyerekosztályának felújítása, épp úgy, mint a város nagy rendezvényei, melyek programjaiban a családok minden korosztálya megtalálhatja a kedvére valót. A fejlesztések sorában említésre méltó az óvodai sportpálya program, valamint a Modern Városok program gemenci fejlesztési terve is. Hogyha egy objektív, független szervezet mondja azt valamire, hogy ez szerinte jó, akkor az mindenféleképpen egy objektív visszajelzésnek köszönhető, és ez a DSZ tulajdonképpen egy ilyen objektív visszajelzés. Szekszárd mellett Paks érdemelte ki Tolna megyéből a Családbarát önkormányzat elismerő címet. Hagyományok házát adtak át Csikóstöttösön. Az épületet a hozzátartozó istállóval és a pincével közel 60 millió forintból újították fel. 7 helyszínen 7 étterem, 24 borászat és 2 cukrászda kínálta ételeit és italait az első Balaton-Lellei Murci Fesztiválon. A programok a gasztronómia köré épültek. Tiszta szoba, ami a múlt használati tárgyait mutatja be, mellette pedig digitális táblagépekkel felszerelt előadóterem. Jól megférnek egymás mellett a régi időket és a modernkor eszközeit is felsorakoztató termek a Csikóstöttősi Hagyományok Házában. A helyiek mindig is ezt tartották a legszebb épületnek a faluban. Az önkormányzat tavaly tudta megvenni az ingatlant, majd a közel 60 millió forintos fejlesztést a top forrásoknak köszönhetően el is kezdték. Ez az épület felújítása egy három pilléren alapuló turisztikai projektnek az indulópontja, hiszen ahol állunk, ez a hagyományok háza, ehhez kapcsolódik a vizek világos, van egy egészségpontunk még. Nyilván mi nagyon örülnénk, hogyha a tavasztól meg tudnánk tölteni tartalom lesz az épületet, hiszen azt gondolom, hogy ezek a fejlesztések, amelyek az elmúlt években zajlottak, és az elmúlt két évben valóban be is fejeződtek, lehetőséget biztosítanak arra, hogy aki ideérkezik a településre, egy napot nagyon kellemesen el tudjon tölteni. Az átadón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Csikóstöttös országgyűlési képviselője azt mondta, hogy a hagyományok háza azért különösen fontos fejlesztés, mert az épület szolgáltatásait a turisták és a helyiek is ki tudják használni. Nem csak a turisztikára kell hangsúlyt fektetni ennél a projektnél is, hanem arra, hogy az itt élők és a környékbeliek tudják használni. Ez egy olyan közösségi tér, ahol van kiállítás, ahol van kisebb konferenciák, akár tanóráknak a megtartására lehetőség. Mellette egy kis borospince készült el, illetve a település régi életét bemutató kis kiállítás. A Csikóstöttősi Hagyományok Háza egy három lépcsős turisztikai fejlesztésnek köszönhetően tudott most megvalósulni. A kapitális agancsok mellett a kisebb, de különleges trófeákat is megtekinthették a vadászok a Somogy megyei Lábodon. A Sefag ZRT 8 vadász területén összesen 178 gimbikát ejtettek el az idei bőgési időszakban. A trófeák közül 131 lett érmes. Vadász Kürt is jelezte, hogy ünnepre gyűltek össze a somogyi vadászok Lábod Nagy Csallérban. Itt rendezte meg a Sefag ZRT a hagyományos trófea szemléjét, amelynek legkülönlegesebb darabja egy Szántódon elejtett 12 éves gimbika 13,2 kg-os trófeája. Ez idén azért lett különleges, mert ahogy én tudom, a megyében a legnagyobb súlyú krimtrófea lett. Korba is ott van, tehát nem korai kilövés volt. És azért hát látszik is, hogy egy vastag szárú, páratlan 18-as bika, ami elérte a felrakásnak a csúcsát valószínűleg. Mint azt Varga Gyula, a Sefag ZRT vadgazdálkodási osztályvezetője elmondta, mind darabszámban, mind az elejtett vadak minőségében jó bőgési szezon zárt a cég, amely Somogyban 8 vadász területen több mint 100 ezer hektáron gazdálkodik. Ezen területeinken összesen az idei szeptemberi vadászati idényben 178 gimbika került terítékre, ez egy 10%-kal több, mint az előző évben.
Két fontos mutató van, amit mindig ki szoktunk emelni. Az egyik az átlag életkor, ez folyamatosan növekszik, ez is a minőségi gazdálkodást mutatja. Az idejében ez 8,9 évet jelent a 178 gimbika vonatkozásában, illetve az érmes arány, az érmes arányunk is nagyon jó, a bikáink 3/4 valamilyen érmes minősítést kapott. A Sefag ZRT idén is számot szeretett volna adni a dámbarcogás során elejtett bikákról is, így a mintegy 150 gimbika mellett több mint 30 dám trófáját is megszemlézték a vadászok lábodon. Hatalmas az összefogás, aki csak tud, segít a Villány TC balesetet szenvedett kis focistájának, Légrádi Liának. A Beremendi jótékonysági koncerten már 3,5 millió forint összegyűlt. Ezután rendezték azt a labdarúgó mérkőzést, amelyen Beremendi kötődésű egykori élvonalbeli labdarúgók is pályára léptek. A felajánlott mezekre, labdára, talmácsi pólóra és motoros dzsekire folyamatosan lehet már licitálni a Beremendi Motorosok közösségi oldalán. Sajnos egy ideje minden liáról szól, mindenki liáért küzd Beremenden, sőt már az egész országban. A Beremendi Motoros Egyesület szervezte azt a jótékonysági koncertet, melynek bevételét a család megsegítésére ajánlották. Még mindig annak a hangom, még mindig annak az eredménye nagyon jól sikerült. Maga az összefogás az példamutató volt. Az ország egész területéről jönnek és tudnak erről a rendezvényről. Az eredmény az több mint 3,5 millió forint jött össze Liáért mi rendezvényünkön, és most jönnek még a focisták, illetve a sport. Mint ismerte, a Villány TC kis focistáját nyáron érte olyan súlyos baleset, hogy azóta is éberkómában fekszik. A kislány gyógykezelésére azon a jótékonysági mérkőzésen is gyűjtöttek, melyre egykori élvonalbeli labdarúgók is elfogadták a meghívást. Igazából egy hónapja, másfél hónapja hívott fel a Polgári Csabi, hogy megtört ez a sajnálatos eset, és hogy szerveznek egy ilyen mérkőzést, el tudnék érni, hát azonnal igen mondtam rá, persze természetesen. Hát azt nagyon sajnálom, hogy ilyen alkalom miatt kell jönni, de annak viszont örülök, hogy egy jó pár úriemberrel, akivel még az őskorban itt együtt játszottam, újra tudtunk találkozni. Lia családjának többek között a Ferencváros, a Kozár Mislany FC, a Villány TC és a Gyógyfürdő Harkány csapata is segít, de az ügy mellé állt Dárdai Pál is. A felajánlott mezekre, labdára, talmácsi pólóra és motoros dzsekire folyamatosan lehet már licitálni a Beremendi Motorosok közösségi oldalán. Ennyi volt már a Pannonkrónika, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra!